Sziasztok, most mutatom meg nektek, hogy mit is kell valójában csinálni ebben a programban, és hogyan tudtok pontokat gyűjteni, minél hamarabb meglegyen az 5000 pont. Amikor beléptek a programba, ezt az oldalt látjátok, de ezzel az ikon is bármikor ide visszajöhettek, ugye ez azért is fontos, mert itt az alján látjátok, hogy a profil mennyire van kitöltve. Itt. De ezen kívül itt vannak a videók is, amikért ugyancsak pontok járnak, nem sok, viszont a bevételt ez jelenti a programnak, úgyhogy ha lehet mindenki azért párat nézzen meg minden nap. Nézzük ezt. Ami fontos egy videónál, hogy mikor elindítjátok, akkor egy reklámnak kell bejönnie, tehát a YouTube videók utáni reklámból kapja a program a bevétel egy részét. És ez minél többet nézünk meg, annál többször kapnak bevételt, és annál többet tudnak szétosztani a tagok között, az köztünk is. Ebből jön a lájkok utáni a fejéz, de mindig utána a hirdetés, akkor nézzünk egy másikat. Die Nominierungen für die diesjährigen Golden Talents. Talán itt. Igen, itt van. Látjátok, amikor itt meg egész skip ad, akkor jött be a hirdetés, és itt is egy ad nevezetű szót láttok. Ezt végig kell, hogy menjen, és akkor betöltök a ténylegesen a videót, végére állítjuk. És ha minden jól megy, akkor felüklik egy oblak, hogy megkapjuk érte a pénzt. Itt van. Ugyanúgy, ahogy a szöveges hirdetésnél. Jó. Következő hely, ahol tudunk hirdetéseket megnézni, az itt van. Tehát a navigáció, Kaufen, Verkaufen rész, és ott ez a Kaufen Werbung lesen nevezető rész. Jó, tehát aki még ilyet nem csinált, ott mindenkinek ez a világos kék merkenes dolog van. Rá kattintunk és várunk. Én beszoktam jelölni ezeket a hirdetéseket, hogy amiket megnézem, még egyszer nézem meg a felesleges, mert nem kapunk kétszer értük pénzt. Nem számoltam ki, hogy mennyi ideig kell várni, de ilyen 15-20-25 másodperc az, amikor felugrik ugyanolyan ablak, mint amit a videón az előbb láthattatok, és ugyanúgy kell megszerezni a pénzt, tehát rá kell kattintani az aljára. Igen, itt van, és belalog Abholen. És hallottok is a csengést. Jó, akkor ilyenkor visszamegyünk. Látjátok, hogy be van jelölve, hogy ezt még nem néztem meg. Szóval a másik típusú hirdetés a banner vagy kép, amire rá kattintva feljön egy ablak, amiben szoktam ezt zárni, és akkor számon 30 szó visszafelé. Itt nem kell megnyomni semmit, csak a csengést kell várni, és a csengés után kapjuk meg a pénzünket és a pontunkat. A bannerek azért jók, mert naponta többször is meg tudjuk nézni állítólag óránként. Én még ezt nem próbáltam, reggel is este próbáltam általában. Itt a csinget, és meg is kaptuk a rotátok. Úgyhogy hogy ezekkel azért elég sok pontot össze lehet gyűjteni naponta, aki több időt szán rá. Illetve ugye az új tagoknak a behozásával, Freundeins, Einladen, megkaphatjuk az e-mail címeket itt is bent, és itt írjuk be a szöveget, illetve meg kell adnunk az ajánlói linkünket, ami itt található lent, vagy akár a Google Plus-on keresztül is megadható. Szóval én mindig éjtellel írom, de egyel. Vagy akár a Twitteren.
küldhetünk, előre ki is tölti a szöveget, de írhatunk is valamit hozzá, vagy Facebookon megjeleníthetjük. Jó, körülbelül ennyi, és ugye még a fórumban, amit egy másik videóban mutattam meg nektek, tehát ez a 4-5 féle pénz kereseti lehetőség van a programban. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!